Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Itt vagyunk kint a Lukasszal megint. Szervusz. Általában nem tudom miért, de mostanában mindig ezen a szigeten készítjük, nem készítjük, kezdjük. Na, kezdjük a videót. Kijöttünk megint egyet a jetskivel. A múltkor a csónakra jöttünk ki most a jetskivel, ugyanis egy kicsit elővégeztem ma a munkával, és gondoltuk, hogy kihozzuk egyet. Ott álltunk meg, látod? Ilyen szép a kilátása úgy innét. Ilyen sziklás hely, végül is az a fele. Kicsit megmutatom nektek, elsétálunk erre, ott szembe, ott valaki horgászik. Na, mit csinálsz? Lukasznek vizes a keze, azért ezt így a chipset. Olyan mondom, hogy nem is vizes már a keze, oda nézzél. Ott megy egy ilyen hatalmas vitorlás, oda nézzél, te! Ja, te elfogadnánk, nem? Azt hiszem, hogy nem megyek, meghúzom a jetskit, legalábbis arrébb tolom, mert kijött, nézd. Látod, ide lejött, úgyhogy arrébb kell egy kicsit nyomni, a hullámok állandóan meg ugye megfordítják. Aztán lehet, hogy felmegyek arra a részre, oda felsétálunk, egyet körülnézünk ott is, hogy ott mi van. Ez a sziget amúgy elég nagy. A múltkor ott robbant le a csónakunk ott a túlfelén. Na várjál, meghúzzuk. Na gyere, mászunk, hol? Itt vagy ott? Szerintem mindegy, mert mindenhol nehéz. Opá, felmenni! Kicsit csúszik, látod? Azért, mert ilyen meredek. Jössz? Jössz? Ott az a sziklás hely. Elmegyünk arrafele. Nem is horgászik itt senki, csak egy szék van ott, azt hiszem. Szóval lehet, hogy itt hagyták és jönnek majd vissza. Amúgy ma nagyon hullámos a víz. Fúj a szél, mint a fene. Itt vigyázzál, nehogy leessél nekem. Maradj mellettem. Nézzünk ide a szélére, te! Nagyon nem állunk oda ki át, ha megcsúszunk, aztán beleesünk. Nézd, mondjuk szép a kilátás. Nem megyünk tovább, mert nem van. Oda nézzél! Amúgy vettem kesztyűt, nem tudom, mutattam, látod, ilyen ujjanatlan kesztyűt a jetskire, úgyhogy most jobban tudom fogni, meg van cipőm. Látod, ilyen cipőm, neked már foci cipő. Elég a koszos, homokos. Nem, rá, ha megcsúszol. Kijövünk erre a végére is ide. Valaki itt hagyta a kemping székét. De. Ja, de ezt nem visszük haza, azt a kemping széket, te. Ja, mindig valamit találunk. Nézd, ide ki tudunk állni egy darabig. Vigyázzál itt is nekem. Itt annyira nem is fúj a szél, ez a fanövényzet megfogja. Oda nézzél, hol a jetski? Igen, te gyere tovább! Ott a jetski, látod? Ott meg az a hajó, az egy ilyen, nem is tudom milyen hajó, ilyen lakóhajó, emeletes. Te, hogy az milyen nagy. Új, te! Na, menjünk visszafelé. Ja, nem ugrunk bele. Nyílj bele egy fejest, vagy egy hasas, vagy hátast. Na, gyere, mászunk visszafelé. Azt, hogy elmegyünk lassan vissza a jetskihez, aztán megyünk egy kört, és megyünk haza, ugyanis mi nem ebédeltünk. Te sem ebédeltél még, ugye? Nem. Davis még jelenleg mindig alszik, mire hazanyik valószínűleg fel fog ugye ébredni. És amúgy a hétvégén valószínűleg eljön velem az öcsém is, képzeled el, meg lehet, hogy apukám is, kihozik egyet ugye a csónakot, meg a jetskit is, hogyha ugye olyan idő lesz, ha múlt héten nem tudtuk sajnos elhozni. Aj, te! Na, a szemetes az ott van, amúgy itt mindenhol van ilyen szemetes, ahol ki lehet dobni ugye a szemetedet. Mit? Mit nézzek? Oda, ide rakunk egy ilyen... Ja, ne fussál bele! Rakunk ilyen, minek hívják azt a... amire rá lehet ülni és itt le lehet csúszni, olyan, mint a szánkó. Minek, amire csináltuk azt a Valvi 5-ös videót, azt a bodyboardot, minek hívják magyarul? Ide ráülünk, és van itt, lecsúszunk. És olyan, mint a szánkóznak. Jó, menj a kukához. Jetski még mindig megvan, nem vitt el a hullám. Gondolj le, nekünk is lenne egy ilyen csónakunk, vagy nem csónakunk, hajónk. Most nem pont ez a nagyobb lakóhajó, hanem ilyen kisebb hajónk, amin ugye ki lehetne maradni mondjuk délutára, a Davis-szel ugye, vagy éjszakára is. Szerintem nem lenne rossz ötlet, nem? Mit gondoltok? Egy ilyen kisebb. Dobjad bele, már is mindjárt ezt megiszom, aztán megyünk tovább. Hol a vized? Ott maradt a jetski. Készen vagy? Hú, de fúj a szél, komolyan mondom, az előbb szerintem ennyire nem fújt. Olyan tiszta, olyan fehér, ilyen hullámos ott a víz, míg a hullámok nem olyan túl nagyok, csak amikor mész a jetskivel, a vizet a fejedbe nyomja. Mit?
Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok. Próbáltam olyan túl sokat filmezni ma ott a vízen, ugye, hogy ne legyenek mindig ugyanolyanok a videók. És általában, mint a múltkor ugye mondtam, mindig elkezdjük a vízen a lüköztel, és sokat filmezek ott. Én szeretek kint lenni a vízen, ugye szoktam mondani. Szeretek körben menni mindenfelé, megnézni a szigeteket, sok érdekes dolgot lehet látni, de egy ide után lehet, hogy ugye, hogyha mindig ugyanaz a videó, kicsit lehet, hogy unalmas. Na minden? Úgyhogy azért hazajöttünk, és felkapcsoljuk a villanyt. Micsoda? Mi vicces? Mit csinálsz? Opa, ott a nőrtem, nincs benne. Vicces? Ja, funny, vicces, de nincsen benne töltény. Mit? Úgy, ugrálunk. De tudjuk, hogy miért törik el az ágy, és a túloldalt nem tudom, hogy mutattam-e már vagy nem, de ez a része, itt van benne egy ilyen törés, ugye? Hol? Ott a túloldalt az én felemen, és tudjuk is, hogy miért, mert te ráléptél, azt hiszem, hogy egy évvel ezelőtt most már, nem? Ráléptél, vagy ráugrottál, és betörött. Na mindegy! Nem sokára kell egy új ágy. Hogyha még ugrálnak rá egy kettőt, háromat, aztán összetörik. Hogy most nézem, mutatom. Mi van? Mit csinálsz? Sárk! Sárk? Hol a cápa? Nincs itt cápa, te! Sárk! Sárk, ja, van cápa a vízben, de nem itt, nincsen cápa. Oda nézzél, jön a felhő. Esti fog az eső, úgy néz ki, mintha esni akarna az eső később. Nem is tudom, nem hiszem, hogy mondott esőt. Na mindegy, felhúztam a jetkit. Szépen lemostam a víz, jól lement, látjátok? Ott van lent. Úgy, holnap nem más fogunk csinálni, mint lehet, nem 100%-ig biztos, de lehet, hogy el fogunk reggel menni, indulni, két okból is, rég okból elmegyünk egyet autózni a Davis-szel, megnézzük, hogy meddig bírja az autó, ugyanis kb. Egy másfél órát fogunk vezetni, talán egy picit többet, attól függ, hogy milyen a forgalom. Elmegyünk fel észak felé, ott egy tó. Ezt a tót, tavat megnézzük, és ha már ott vagyunk, megnézzünk egy folyót is. Ugye ez szokás szerint, mégis az egy zei fölk, hogy arra fogunk menni, és meg tudok nézni egy hajót. Ugye mondtam korábban, hogy nézegettem ilyen csónakok, nem csónakok, ilyen hajókat. Vagy nem mondtam. Mondtam, vagy nem mondtam. Ilyen kabinosokat. Az előbb a vízzel ugye mondtam, lehet, hogy túl fújt a szél és nem lehetett hallani, de mondtam, hogy mi lenne, hogyha néznénk egy ilyen hajót, amiben van kabin, és ha tudnánk benne aludni, meg enni, meg lehet, hogy nem aludni, de kimenni ugye egy egész napra, vagy lehet, hogy kettőre, és egy ilyen hajót szeretnék megnézni. Ezek már hajók, nem? Ez már nem csónak, ez hajó. Végülis ez az egyik, ez egy ilyen vitorlás hajó, amivel van ilyen kabin. És ezt szeretném holnap megnézni. Az egyik oka az, hogy oda megyek olyan messzire, ugyanis nagyon jó áron van. Ezért az árért itt mi nálunk egyáltalán nem lehet ilyet kapni. Még meg se közelíti ugye ez az árkategória, ami itt van mi nálunk, vagy itt a Gold Coaston. És mivel itt mi a vízen lakunk, ezért átláb ezek a csónakok, hajók drágábbak, mint ha mondjuk egy kicsit feljebb mész, vagy lejjebb mész, ugye arra a részre, ahol nincsen nagyon víz. Tehát ezen a részen, településen, ahova majd megyünk, van egy tó, és ennyi. Tehát nincs az óceán közelben, semmi más, nem úgy ugye, mint mi nálunk, és ott valakinek van egy ilyen eladó hajója, rettentő jó áron. Ugye ezt meg szeretném nézni, hogyha erről az áron még tudok alkudni is, megveszem, hogyha úgy van. És hogyha nem is tetszik, akkor el fogom tudni adni úgy, hogy még hasznot is fogok tudni rajta csinálni. Na ide, majd látjuk, hogy mi lesz. A Lucas jelenleg készülődik. Mi a helyzet? Csak mi megyünk. Pakolod? Csak mi megyünk. Hova megyünk? Mamához, meg a papához. A Lucas készülődik a táskájával, ugyanis most tavaszi szünet van, ugye? Még mindig van egy heted, és ott fog aludni a szüleimnél, ugye a mamánál, meg a papánál. Ma, holnap is ott alszol? Ilyenkor a szünetben többször ott szokott ugye aludni, vagy egyszer, vagy kétszer, ugye egy hétvége környékén. Mi az? Jó, hogy nézek. Mit nézel? A King Kongot nézel? 3 óra! 3 órás King Kong. Gyönyörű. És hol van az új könyved? Hol van az új könyved? A Lucas kapott egy ilyen... Bent van mind a film könyve. Ja, ez be van zár, hogy a Davis ne tudja kinyitani. Van mind a könyve, mi szól filmekről. Ez a filmes könyv. A 10 olyan dolog, olyan lista, ami mivel filmmel kapcsolatos, ugye? Van egy lista neve,
a neve olyan rossz, hogy jó. Nem mondjuk nekik, mi van benne. Nem mondjuk. Olyan jó, olyan jó, olyan rossz filmek, hogy jók. Ja. Olyan lista. 10 legjobb. Várjál, micsoda? A 10 legrosszabb film, ami jó. Ja. Ugye? Ja. Ilyen listák vannak ebben a könyvben. Na, mi az első? A szoba. A szoba? Az első. Mi a második? A Troll 2. A Troll. De a Troll 2, nem tudom, hogy magyarul ennek mi a magyar cím, ezek ilyen régebbi. Troll 2? Az a magyar cím, vagy Troll 2. Valaki csinálta a film magyarba. Olyan populár volt, hogy valaki dubbolt a magyarba. Igen? Ja. És itt van a másik filmkönyvöm. 501 filmi kell látni. Amit meg kell nézni. Én kinyitok egy random page-hoz. Na mi az? Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, meg kell mindenképpen nézni. Mary Poppins is. Hát az kapott 100, én már láttam sokszor. Nagyon jó. Az E.T. azt már láttam, te nem tudod, hogy én sokszor láttam. Na, a tank. Akkor te pakoljál. Jobban. Én addig elmegyek, megnézem, mit csinál a Davis. Aztán lassan el fogunk majd indulni, elviszem a lüközt. Utána mit csinálunk, nem tudom. Lehet, hogy hazajövök. Lehet, hogy nem. Lehet, megnézem az öcsémet, vagy kiderül ugyanis. Nem tudom, mitől jönne az es. Ma rettentő meleg volt. Látom már most már a nap is elment. Most majd az az időszak, mikor jön a jégeső. Én is meleg van, hirtelen ide ér az eső, és jég lesz belőle. Hova megyünk? Ugrálni. Menjünk vissza a szobába ugrálni. Felkapcsoljuk a lámpát. Várjál, itt meg kell húzni. Fogod a kezemet? Apá, nem érem el. Na, felkapcsoltuk a lámpát. Ja, felkapcsol. Nézd, ott vagyunk. Jump! Várjál, ugrálunk. Nézd, látod ott a kamera? Davis ki akarta kapcsolni. Nem kapcsoljuk ki. Nem kapcsoljuk ki. Te tiszta vizes a fejed. Nézd meg, megizzadtál a sok ugrálásba. Na, mit csinálsz? Hova viszed azt a sok DVD-t? Könyvet. A Troll 2. Mit? Oh, ja, te fogsz vlogolni most, ugye? Okay. Aha, jó. A Camera. Nézd. A Davis tud vlogolni. Ja, lesz a Tomás vlog, a Lucas vlog és a Davis. Ja, majd nem sokára egy pár év múlva vasárnaponként Lucas vlog, szombatonként Davis vlog, szerdánként meg Tomás vlog lesz. Mit? Ott az LCD, látod? Itt látjuk a Lucas-t. Vlogger. Ja, na, látod? Ott vagyunk benn. Itt az LCD a kamerán, amit ti most nem láttok. És azt nézzük, mit csinál? Mi van ott? A daddy! Ott a daddy! Mi a helyzet? Daddy! Igen, mit mondasz? Ott vagyunk, de nagyon kott te! A daddy! Ja, ott a daddy! Na! Daddy! Na, most ne filmezzem! Fogod a kamerát! A dolgok! Úgy, na most a Davis vlogol! Vlogger! Ott a Lucas is! Na, hova mész? Na, már nem ide a kamerát! Mami, a kamera! Ott a kamera, és mit filmezzel? A szobát? A kamera! Ja, az ágyat? Viszed ugrálni a kamerát? Te! Visszaadod nekem? Jó, van, add vissza nekem azt a kamerát, én fogom tovább. Volt! Oda nézzél, mutatok egy videót neked, ugyanis esik! Látod, esik a jég, olyan, mint a hó este. Ez itt van mi nálunk, csak gondoltam, megnézem gyorsan a híreket, és valahol itt följebb mi tőlünk, esik a, nem a jég, a jég, nem a hó, a jég. Ugyanúgy igazam volt, mondtam, hogy ha ilyen meleg van, és jönnek ilyen felhők, abból jég lesz. Ugyanis most van ez a szeptember-október időszak, meg november, mikor hirtelen esik a jég eső. Remélem, hogy ide mi hozzánk nem fog elérni, hogyha mégis. Akkor nem fogok neki örülni, ugyanis az autó lehet, hogy kint fog állni az udvaron, legalábbis a szüleim előtt. De talán nem ér ide. Na minden? Úgyhogy elmegyünk, megnézzük, mit csinál a Lucas, és aztán lassan valószínűleg elindulunk. Letakartam, látod? Le van szépen takarva. Felők jönnek közelebb és közelebb. Úgyhogy vissza, bemegyek. Ami nem csak bezárni kell, hanem mutatom. Meg kell most kötni is, ugye nem tudom, mutattam-e vagy nem, de néha a Davis ki akar menni, hogy mostanában ezt ide szoktuk kötni, ilyen cipőfűzé. Nehogy véletlenül, hogy ki tudja menni az ajtón, mert ugye ott a víz, vagy kimegy ugye előre, és jobb, hogyha le van kötve. Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, ugyanis sok érdekes dolgot nem fogunk csinálni, el fogunk menni ugye most a szüleimhez, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy jövök hazafelé. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hogyha napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzetek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!